4. A swing és a boogie. A swing és a boogie. A swing és a boogie. Tudod a sorsom? Akkor úgy dőlt el, hogy valaki mondta, gyerünk kalandra fel. Én összetrombitáltam egy jó kis zenekart, és játszottunk mi bármit, amit a nép akart. A zene a minden, ez lett a végzetem. Csak az a műfaj valahogy nem feküdt nekem. Kiszáradt a törkrom, fárasztott a rock and roll. De megszólalt a swing, éreztem, ez nekem szól. A rádióból egyszer csak hirtelen hallottam egy új csodát, és bemondta a speaker, hogy ezt a stílust boogie-boogie-nak hívják. Tudod, a színpad az mindig biztos pont, szülinapomra kaptam egy mikrofon. Így énekelni kezdtem, de szóba sem jöhet már más. Csak két nagy ágyú, a swing és a boogie varázs. Gyerünk, fiúk! Swing és a boogie. A két ideál. Swing és a boogie. A nyerő pár. Swing és a boogie. A dupla ász. Swing és a boogie. A megbabonáz. Swing és a boogie. A két szerelem. Ők szólnak mindig bennem. Természetesen nem maradhat ki műsorunknak azon része, amely a terézvárosi lakosokat mutatja be. De hát most régi kedves ismerősökkel fognak találkozni a kedves nézőink. Majsai Gáborral, Majsai Krisztával és Majsai Rolanddal, vagyis a Majsai családdal. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Karácsony, tehát úgy gondoltuk, hogy családokkal fogunk most foglalkozni. Majsai Gábort nem kell bemutatni, hiszen a Hunyadi térnek állandó vendége, a stúdiónak állandó vendége, ezer szám kötődik a nevéhez, de én nekem csak az öreg autó szivatóval indul, mert hogyha senki más semmiről nem tudná beazonosítani, akkor erről biztos, hogy beazonosítanak téged. Majsai Kriszta sok-sok évvel ezelőtt, valamikor még televíziózott is, és az első kereskedelmi tévében mi egyszerre egymás mellett voltunk műsorvezetők, majd erről egy kicsit faggatlak téged. Rolandot pedig szintén a Hunyadi térről ismerhetik a nézők, hiszen, mint jazzdobos, a Tóth Aláttár zeneiskola tagjaként és a zenekarának tagjaként nagyon sokszor föllépett már a helyszínen. Ennyit bevezetőként meg se szólalok innentől kezdve, legalábbis megpróbálom nagyon rövidre fogni magam. Kezdjük Krisztával. Krisztá, te miért hagytad abba a televíziózást? Hű, hát nehéz kérdés. Igazából, hát neked aztán igazán nem kell magyarázni, hogy ez valóban ez egy nehéz kenyér. És én úgy gondoltam, hogy egy média személyiség untig elég a családban. Én akkor egy kicsit próbáltam jobban a családra koncentrálni. Hát nem. De akkor meg voltak a gyerekek? A nagyobbik fiunk, aki most nincs itt, mert ő már olyan nagy, hogy ő már dolgozik, úgyhogy ő már megvolt, azt mondtam, egy éves volt, tehát ilyen picike baba volt még, Roland még akkor nem volt meg. Valahogy ez így logikusabbnak tűnt, és akkor az én pályám egy más irányt vett, és próbáltam a továbbiakban támogatni a másik média személyiséget. Tulajdonképpen a család szerepe és összetartó ereje is lehetne témája ennek a mai beszélgetésnek, és hát íme, amikor valaki feladja a karrierjét azért, hogy a másikat támogassa. Megérdemelted, hogy Krisztá alárendelte úgymond magát a te karrierednek? Hát természetesen, nem gondolom, hogy ez... Nem is kérdés. Nem is kérdés. Várjál, mint férj, mert mint előadó művész, meg mint énekes, azzal azt én aláírom. Köszönöm mint szépen, mint férj is, azt viszont én megerősítem. Igazából Krisztá, amikor csinálta, ugye volt rádióban, meg ilyen tévében műsorvezető, meg... Egy idő után már ő se akarta ezt csinálni, tehát nem az volt, hogy én erőszakoskodtam, hogy inkább más felé nézzem, hanem eljött az, amikor valamit betelt a pohárnál, és már nem akarta ezt csinálni. De mivel, hogy őnek ebben sok tapasztalata volt, és ezáltal tudott segíteni egy-két dolgokba, nekem
Ez nagyon jó jött így ki, tehát ő végül is távolról még mindig benne van ebbe. Igaz, hogy kapcsolatai már nincsenek, meg akkor se voltak, de azért sok minden okos ötletet tud adni egy csomó mindenben, hogy hogy csináljam, mit csináljam, mert hát én egy hülye zenész vagyok, aki csak énekel, meg trombitál, és azért az agyam az eladáshoz nem annyira ért. A hülye zenész viszont nagyon sok ember számára örömöt tud okozni, ezt idézőjelbe tettem, hiszen nem egy, nem két koncertedet hallgattuk végig, tapsoltuk végig családdal, és egy belsőséges, ha már családról van szó, akkor a fiam esküvője, ami az egyik legfontosabb pillanat volt az életünkben, annak is része volt Gábor, hiszen az Oli fiam azt akarta, hogy a Gábor legyen énekeljen az esküvőn, és te voltál a meglepetés, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tényleg ennek a számunkra fantasztikus napnak. Akiket szeretek, azokat mindig ott vagyok, ha kellek. Részesei lehetünk még egyszer innen is. Köszönöm szépen. Kriszta, azt mondja Gábor, hogy a te gyakorlatiasságod, illetve tudásod nagyon sokban elősegítette az ő pályafutását. Én úgy emlékszem rád, és az mondjuk le is rí rólad, és az elmúlt években ugye úgy találkoztunk, hogy a Lotz teremben, amit nyugodtan mondhatok, még, ugye, emlékszel, még emlékszem rá, ott is kulturális dolgokkal foglalkoztál, műsorokat szerveztél, könyvbemutatókat tartottatok. Tehát egy ilyen, nem szeretem azt a szót, de most azt mondom, hogy egy egészen magasan kvalifikált emberként tudtál belépni a háttérből, és természetesen megteremtetted a magad világát is. És az a műsorvezetéseidben is látszott. Mi volt az, ami nem tetszett neked akkor abban, vagy mi volt az, ami miatt betelt a pohár? Hiszen intelligens műsorvezetőkre azért mindig szükség van. Hát igen, ebben alapvetően egyetértünk. Én ott akkor úgy gondoltam, hogy talán lehet, hogy még sincs szükség. Tehát nekem van egyfajta kicsit ilyen konzervatívabb stílusom, én valóban úgy gondolom, és az egész családot úgy építem, vagy úgy patronálom, hogy mindenki egy bizonyos szakmában azért tegye le az asztalra azt, amire képes, és akkor azt követően majd lehetnek eredményei. Én nem hiszek abban, hogyha valaki csak úgy mindenféle munka nélkül, vagy befektetett energia, vagy akár most más nem mondjak műveltség nélkül próbálkozik olyan szakterületeken, ami nem neki való. Na most hát bocsánat, hogy azt mondom, én nagyon gyakran találkoztam ilyen jelenséggel, és én ezzel nehezen tudtam megbarátkozni, és én rájöttem arra, hogy ugye, hát hogy úgy mondjam, egy fecske nem csinál nyarat, inkább akkor én váltok. Tehát ez a megszoksz vagy megszöksz tipikus esete, és akkor én egy másik irányba mozdultam el, és azt gondolom, hogy ez nekem az én személyiségemnek, meg az én elképzeléseimnek, az életről vallott felfogásomnak ez sokkal jobban megfelel. Sok másik irány volt? Alapvetően két másik irány volt. És amiben most az utóbbi időben dolgozom, igazából kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozom, és ezen belül a kereskedelmi ingatlanok menedzsmentjén belül kulturális menedzsmenttel is természetesen. Tehát pont a Párizsi Nagyáruház Lotzterem, ez az egyik ilyen kis mini projektem volt egy éven keresztül, ezzel foglalkoztam, amikor az megnyílt, és az egy nagyon testhez álló feladat volt, de mind a mai napig valóban a munkám része az is, hogy különböző, hát általam magas színvonalúnak tartott rendezvényeket kreálok, vagy hozok létre. Hogyha te nem ebbe a családba születtél volna vele, és nem ilyen példák vannak előtted, akkor is a zenei pályát választottál volna? Mit gondolsz? Fogalmam sincs, de ez így most adódott. Na, milyen anyu és apu kívülről? Vagy belülről? Hát, nem tudom. Igazából hagyományos család a tiétek, hogyha összehasonlítod a barátaid családjával? Nem tudom. Akkor nem tudod, milyen egy hagyományos igen, család. Igen, tehát Rolandnak úgy gondolom, ez tűnik természetesnek. Igen, valóban. Hogy néz ki egy napja anyunak, és hogy néz ki egy napja apunak? Na, ebben jelentős eltérések vannak. Hát, apu későn kell fel. Meg elszívek egy cigit, megiszik egy kávét. Anyu már 5-kor fenn van, csinálja nekem a reggelit. Még mai napig is? Még mai napig is. Ó, hát te tényleg nagyon rendes anyuka vagy akkor. Hát kénytelen vagyok, mert őt föl kell keltenem. Tehát tekintettel arra, hogy ő szintén zenész.
Így aztán, és ezt többször kifejtette, és ezúton üzeni minden döntéshozónak, hogy jobb lenne, ha 9-kor kezdődne az iskola, és nem 8-kor. Ő lényegesen hatékonyabban tudna dolgozni. De hát sajnos ez nem így van még egy darabig, úgyhogy én vagyok érte felelős, hogy felkeljen, mert akárhány órát beállíthatunk, nem fog működni. Úgyhogy ezért. És akkor ezzel próbálom motiválni. Egy kis pirítós, egy kis lekváros kenyér. Ezt 26-szor elmondom neki, hogy a pirítós az asztalon. Ki fog hűlni, fiam? Igen, valóban, igen. Meg fog száradni, fiam. Tehát ilyesmi. Általában meg is szárad. Úgyhogy nehéz vele. Tehát önálló az a reggeli elindulás, hát ez egy ilyen atyai örökség. Én mindig csodáltam azokat a filmeket, pláne karácsony környékén rengeteg családi filmet vetítenek, imádom őket. A két kedvencem van, az egyik a Karácsonyi történet, ahol Randy és Ralphie Parker egy ilyen amerikai családban, mindenkinek ajánlom, hogy tudják, nézzék meg, mert a legkedvesebb családi szórakozások közé tartozik. De a lényeg az, hogy ezekben az amerikai családi filmekben ugye az van, hogy a család együtt ül és reggelizik. Én azt gondolom, hogy megértem egy pár évet, nálam még ilyet nem sikerült lebonyolítani, legalábbis talán az ünnepnapokon, akkor le tudom ültetni a családot. Nálatok ez igen. Hát a reggeli az nem. Azt a reggeli az nem. Hát mondjuk az ebéd sem. Az igazság, hogy a vacsoras. Most, hogy így. Mivel ugye sokszor van mondjuk délelőtt próbám, vagy, de sokszor nincsen. Akkor elmegyek a Hunyadi térre, bevásárolok, és akkor csinálok valami kaját. És azon bosszankodok, hogy ugye normális kaját nem lehet csinálni, csak ilyen pörkölt, vagy ilyen. Milyen normális? Hát akkor, úgy, ami frissen nem sült, ja, vagy értem. Akármi. Mert mint az orgona síp, úgy jön mindenki. Uh-huh. Tehát az van, hogy mondjuk a nagyobbik fiam ugye az most egyetemre jár, meg dolgozik, hát ő aztán teljesen kiszámíthatatlan, egyszer csak megjelenik. Egy és órakor, farkaséhes azonnal. És abban a pillanatban farkaséhes. Arról lesz ugye négy órakor végez a suliba, ő akkor jön haza, a Krisztin meg olyan 6-7 óra felé érkezik. Na most hát ez egy ilyen lépcsőzetes kajáltatás. Még és akkor azt te csinálod egyébként? Bizony, ugye? Tehát ez azért, ezt gondolom nem, igen, gondoltad a Gáborról, tehát ő az jó utóbbi, mit tudom én, 6-8 évben egyszerűen egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hobbi. Tehát átvetted ezt a szerepet, igen, hogy várod a családot főz valami finomsággal? Igen, tudod, az az egészben, hogy görcsöm van, hogyha nem csinálok valamit. Pedig hát nyugodtan lehetne egy-két nap lazítsák, igen. De nem, akkor mindig, hogy hát valamit kéne főznöm, valamit kéne csinálni. Csak összedob egy spagettit, vagy valamit. Egy spagettit, vagy, szóval több fajtát. És hát a másik mondjuk, megmondom, kedvelem is, hogy Hunyadi téren már mindenkit ismerek, ottan beszélgetünk, tehát egy olyan kis nyugdíjas találkozó. hogy ott mindenkivel beszélgetünk, elárusítókkal, akikkel ott összefutok. Előbb-utóbb sakkozni is fogsz a téren. Én is arra gondoltam, hogy majd elérem azt a kort, meg azt a nyugalmat, akkor majd sakkozni is fogok. Egyébként ez egy aranyos, és ez egy nagyon jó dolog, hogy megtaláltátok azt a fajta szereposztást, mert aztán utána, amikor már te is hazajöttél, akkor gondolom legalábbis a hétvégén változik a sorrend, és akkor apa elmegy zenélni, ugye, és az pedig egészen kitolódik hajnalig, ami miatt aztán későn kelsz föl. Tehát a tétek tényleg azt lehet mondani, valójában egy hagyományos lát, de hát mégsem az a minta példa, hogy mindenki korán fekszik, meg tudom én, együtt vagyunk, stb. Mennyi idő az, amit együtt tudtok tölteni? Hát konkrétan? Szerintem mi sok minden, időt. Sok időt? Igen. Mert pont azért, mert mindenkinek van nagyon sok dolga, és össze-vissza megy és csinálja. Éppen ezért, amikor nincs éppen dolog, akkor mi szeretünk együtt lenni, én úgy gondolom. Tehát már, ez jó. 25 év, amióta együtt vagyunk, de hát valahogy így alakult, és jó lesik, megnyugszunk, tehát azért az élet eléggé zajos, és sok minden történik, és van sokszor tényleg, hogy bosszúság éri az embert, és úgy gondolom, hogy jó úgy hazamenni, hogy az embernek tényleg van egy háttere, amit hát nem győz fenntartani és figyelni rá, de az jó dolog azért. Ez nem, hogy jó, iriglésre méltó azoknak a családoknak, főként, akiknek nem adatik meg, hogy együtt lehessen a család, és hogy nap mint nap tényleg találkozhassanak. Mennyire beszélitek meg a gyerekek előtt a dolgaitokat, illetve
Most először azt kérdezem Rolandtól, hogy te mennyire beszéled meg a szüleiddel a te magán, vagy te életed, nem csak a magánéletet, tehát az iskolai dolgokat, te mennyire vagy nyitott fel? Teljes mértékben szerintem, igen, mindent elmondok a szüleimnek. Ez előnyös vagy hátrányos? Mert azt tudom, hogy az ilyen kamas srácok, azok inkább befelé fordulnak, és nem nagyon akarják elmondani otthon, hogy mi történik. Úgy kell kihúzni belőlük. Hát, nem igazából. Nekem nincs ezzel problémám. Tehát... Segít egyébként? Segít ez persze, neked? Persze mindenféleképpen. Hát mondjuk csak azt akarom mondani, mindig megkérdezem, mi volt az iskolában? Hát iskolában még nem láttam semmit. Hát semmi nincs. Azt gondolom, hogy ez minden családban hát játszolik le, tehát ez a normális. Úgyhogy mégis megbeszéljük a problémákat. Jó, hát az iskoláról nyilván nem, de hát van tényleg sok kérdése, tehát ő ugye 16 éves, egy csomó dolgot átbeszélünk. Érdekes például, hogy így a pályaválasztással kapcsolatos dolgokat, meg ezzel a zenész dologgal kapcsolatban is. Tehát ugye ő sok kérdése is van, meg azért ő, én úgy veszem észre, hogy figyelgeti. Figyelgeti, hogy hogyan lehet kibontakozni az életben, tehát hogy hogyan tudja úgy építeni a pályáját. Nyilván nem tudatos még, de nyilván a gyerekek azért mintákat követnek, és akkor ennek alapján. A dob az első hangszered volt? Igen. Hát előtte még gitározgattam, de... Aztán... Hány éves korodban kezdtél dobolni? Hány éves? 11 hát, talán? Hát olyan 4-5 éve, így valahogy. Igen. Hát akkor az nem is annyira sok. Hát nem. Miért a dob? Miért nem maradt meg a gitár, hogyha előtte gitározgattál? Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom, a dob az szimpatikus volt. De most is, még mindig gitározok is. Tehát az megmaradt? Az megmaradt, igen. Időközben felvette második hangszernek is, tehát... Azt is tanulom rendesen. Én úgy vettem észre igazából először, hogy így elég kevés dobos van. Legalábbis akiket én ismertem, azok mindig gitároztak, meg ilyenek. És akkor így gondoltam, hogy akkor elkezdek dobolni, és akkor így majd tudunk egy zenekart csinálni. De aztán én rájöttem, elég sok dobos van, gitáros is elég sok van. Sok zenész van. Zenészek megtalálják azért a helyüket az életben. A dob egy különleges agyi beállítottsághoz kell, hogy kötődjön, mert én nekem még az is sokszor nehéz, hogy a jobb kezemet a bal kezemtől függetlenítsem, tehát mondjuk zongorázásra is alkalmatlan vagyok, mert azokat is hihetetlenül csodálom, akik képesek teljesen függetlenül a két kezüket virtuóz módon használni. A dob az ugye négy teljesen különböző funkciót lát el. Hogyan lehet erre agyilag fölkészülni? Te doboltál egyébként? Nem. Hát leültem néha dobolni. De hogyan lehet ezt kialakítani, hogy teljesen tudjad függetleníteni a két kezedet, két lábadat? Érted a kérdést? Értem, persze. A gyakorlás kérdése szerintem. Hát jó, hát ő így könnyen beszél, de én pontosan értem, hogy te mit kérdezel, mert én képtelen lennék. Én is. Tehát... Én azt gondolom, hogy ehhez olyan fajta készség kell, ami nincs meg mindenkiben. Ez pont ugyanolyan, mint hogy a zenei készség sincs meg mindenkiben. Én 14 évig hegedültem, de mégsem mondanám Elte zenekarban, meg mit tudom, én mégsem mondanám, hogy én egy hegedűs vagyok, dacára annak, hogy tudok kottát olvasni. Tehát nekem ehhez nincs tehetségem, tanulható ebben egyetértünk, de a tehetség, a készség az úgy jön, az valami Isten ajándéka, vagy ilyesmi. És mi is, amikor felfedeztük nála, hogy erre érdeklődése, fogékonysága van, ezt nyilván nem akadályoztuk, tehát nem volt az, hogy fiam, csak zenész ne legyél. Hát jó, néha elhangzik, de... Nézd meg apádat! Igen. Nem, hát a gyerekek kibontakozásánál nagyon fontos szerintem, hogy ténylegesen a szülők figyeljék azt, hogy mifelé van neki irányultsága, és akkor azt valahogy kövessük le, mert akkor ez a gyerekben egyfajta elégedettséget, egyfajta kielégülést hoz, és akkor érdekes módon, amikor elkezdte a hangszert, és akkor utána valahogy a tanulmányaiban is egy picikét javult. Hát igen, a koncentráció az hihetetlen agya van szerintem a zongoristáknak és a dobosoknak. Csak egy példát, hogyha van kedvük, akkor csak annyit kezdjenek el, hogy ezzel a kezükkel csak egyeket ütnek, ezzel próbálják meg függetlenül attól a kettőket, és rá fognak jönni már ez az egy feladat is, hogy micsoda hihetetlenül nehéz megvalósítani, pláne, hogyha azt nem egy ritmusba kezdik el, hanem egy kis eltolás
kész. Tehát komolyan mondom, hogy egyébként ez most adott az eszembe, hogy volt annak idején olyan matematikai készségfejlesztő, abban voltak ilyen típusú feladatok, hiszen a matematika, a zongora, az összhangzattan és a dob, azok szorosan összefüggenek egymással. Ilyen magaslatokra nem fogunk most menni. Visszatérünk a földre, a családi életbe és az ünnepekre. Hagyományos karácsonyi ünnepeket szoktatok rendezni? Természetesen. Kinek a hagyományát hozzátok? Tehát a te családod hagyományát, vagy a Krisztályét? Hát szerintem inkább a Krisztályt. Hát ez ilyen vegyes. Meg vegyes. Például akkor mindig karácsony másnapján meghívjuk az egész familiát, aki éppen ráér, befér a lakásba. Él még, és akkor hát múltkor is, nem tudom, 22-en voltak. Aztán egész évben nem találkozunk utána, de tényleg. És akkor ez most már évek óta így megy. És hát én mondjuk akkor szerettem a karácsonyt igazából, mikor még a nagyobbik fiam is kicsi volt, és akkor ott várták, de jó volt, és akkor én nagyon boldog voltam, ilyen ajándék, olyan ajándék, és meg együtt vagyunk, és akkor felbontás, és én annak nagyon örültem ezt látni. Hát most már azért nem ennyire, mert a nagyobbik fiam is beugrik, mi van, elmegy, de azért csinálunk egy ebédet, karácsony. De a szenteste az megmarad a családnak együtt, igen. Tehát 24-én együtt vagyunk. Régen mindig a Gábor szüleihez is átmentünk, ők sajnos már nem élnek, de én azért mondtam, hogy vegyes a hagyomány, mert például a töltött káposztát, azt hát szegény, a Gábor mamája halála után kénytelen voltam én átvenni ezt a hagyományt, hogy én fogok akkor töltött káposztát csinálni, mégpedig pontosan ugyanúgy, ahogy nagymama csinálta, és akkor valóban mindig azt eszünk, és akkor másnap érkezik meg a család. Gábornak ez egy kicsit új volt, mert ez viszont a mi családunknak a hagyománya. Mi mindig olyan népes családok voltunk, és szerettünk is összejönni. Ő nem értette, hogy minek ez az űr, de aztán, ahogy így teltek, múltak az évek, szerintem úgy gondolom, hogy ő is úgy rájött arra, hogy tehát a mi gyerekeink abban nőttek föl, hogy még ha egy évben egyszer is, de azért csak összejövünk, azért tudjuk, hogy mi az, hogy család, és ismerjük egymást, és akkor mindenféléről beszélünk, és az az érdekes, hogy hiába nem találkozunk utána egy évig, utána majdnem ugyanott folytatjuk. Uh-huh. Tehát már van, aki már időközben megőszül, van, akinek gyerekei születnek, de azért ez egy ilyen összetartó erő, ez valami ilyen háló, ami minket úgy tart. És azt gondolom, hogy ezeket muszáj, még hogyha nehéz is néha, mert most is itt rohangálunk pulykáért, mert pulykát fogunk megint sütni, már 10 éve mindig pulykát sütünk, hát ilyen nagy 10 kilósat rendesen, és akkor mindenki azt teszi, de hát máskor nem csinálom. Hány órát kell csinálni? Nem kell sokáig csinálni, tudnilik sütőzacskóba rakjuk, előtte pácolódik 4-5 napot, és a sütőzacskó... Ja, 4-5 napot pácolódik. Igen. Tehát 4-5 napot pácolódik. Én attól félnek, hogyha 4-5 napot pácolok egy pulykát, hogy megromlik, nem? Dehogy is, egyáltalán nem. De mibe pácolod? Hány liter akár bébe kell? Ez hosszú, de nem olyan bonyolult alapvetően. Onnan indult a dolog, hogy az ő keresztmamája Amerikába él. Hát mondom, hogy amerikai filmeket nézzük, és a végén, hagyományokat. Igen, és végül is az történt, hogy kaptunk egy olyan sütőt, vagy vettünk egy olyan sütőt, ami alkalmas arra, hogy ilyen nagyobb dolgokat megsüssünk benne, azelőtt soha nem sütöttünk semmit. És akkor hát én azt mondtam, hogy oké, akkor most amerikai pulykát fogunk csinálni. És akkor leíméleztük, hogy kell pácolni, mint kell, stb. És ő azt mondta, hogy egyetlen titka van, nem szabad megtölteni. Tehát egy ekkora nagy madarat, ha megtöltünk, akkor akkora tömeg keletkezik, hogy nem járja át a hő. Így aztán csak egy almát rakunk a belsejébe, meg egy hagymát, meg egy néhány rozmaringszálat, viszont a páclé, amiben só, bors, fokhagyma, minden van, az már addigra jól átjárta, és a sütőzsákba gyönyörűen 2 óra alatt pirosra sül. Na most a sütőzsákkal viszont probléma van. Kicsik itthon. eBay-en rendeltem már megint. Mert Magyarországon nem lehet kapni olyan nagyot, ami ennek a 10 kilós pulykának jó. De még egy, most már csak azért, mert most már receptet is árultunk, karácsonyi receptet is elárultuk a nézőknek, ugye hétfő este van, még gyakorlatilag meg is süthetik azt a pulykát, 4-5 napig Abszolút. Nem tudják pácolni. Egy de kisebb pulykának elég kevesebb is. Elég kevesebb is, de hogy készíted el a páclét, és hogy a kenetbe vele? Most be kell vallanom valamit. Na. A páclét nem én csinálom, hanem apukám.
És akkor mi van benne? És akkor ő, hát jeges. Nem, benne ázik. Egy óriási vödör, ki van bélelve egy nagy ilyen szemetes zsákkal szépen, igen, hogy a teteje is, mert azért ennek van szaga, egy külső kamrába kell rakni, tehát azért... Gondolom, és akkor ilyen fokhagymás. Nagyon sok fokhagyma, nagyon sok só, bors, barna cukor kerül bele. A barna cukor fontos, mert attól a pulyka piros lesz és ropogós, dacára annak, hogy a sütőzsákot le se vesszük. Ja, és még egy dolog, ezt is Amerikából tanultuk, már rögtön a legelején, még mielőtt betennénk, beleszúrok egy húshőmérőt. És akkor az szépen látszik ugye a sütőben, és amikor az eléri a 180 fokot, akkor tudom, hogy a belseje már megsült. Tehát teljesen fölösleges agyon sütni a húst, amikor már kívülről szép piros, és belül is megsült, látható. Hú, mennyi fortét tanultunk meg itt pillanatokkal. Tehát akkor a karácsonyi pulykát édesapád pácléje alapján te készíted el sütőzacskóba. Hát most már nem tudom, hogy meg lehet-e rendelni ezeket a sütőzacskókat, de már jövőre lehet. Hát talán egy kisebbet azt még lehet venni itthon. Igen, lehet egy kicsit előre gondolkodni. Ajándékvásárlás. Mennyire tartjátok titokba az ajándékokat, és mennyire szenteste kerülnek elő a fa alá, vagy a fa alól az ajándékok? Hát ez én legalábbis, de nem, a Kriszti is úgy van, hogy az teljes titokban. Mindenhova el van dugdosva, lehet, hogy a gyerekek már azért tudják, hogy hol lehet megtalálni. Régen kutakodtak. De volt olyan, hogy annyira eldugdostam már ajándékokat, hogy csak karácsony után találtam meg. Vagy következő évben. Se találtam meg. Igen, el is felejtettem, mert volt ilyen, meg olyan, meg amolyan, és akkor rá nem tudom, egy hétre megtaláltam, hogy hú, hát azt nem mondtam, de hát akkor az egy jó kis ajándék, vagy egy szilveszteri ajándék. Úgyhogy tényleg eldugjuk, és akkor az tényleg csak a karácsonykor kerülnek elő. És mindegyikötök saját maga, tehát gondolom, hogy a gyerekek ajándékát megbeszélitek azért, de egyébként saját magad is csomagolod, amiket te megvettél, és akkor arról a Kriszta sem tud? A Kriszta az nagyon szépen tud csomagolni, én meg borzasztóan, úgyhogy én csak ilyen valami, nem is tudom mit össze. De az nem igaz, mert amikor parfümöket vesz nekem, akkor mindig becsomagoltatja. És akkor mindig így fogom a fejem, hogy hát biztos, hogy a csomagolás drágább volt, mert olyan flancos, gyönyörű masnikat meg mindent rakott rá. Úgyhogy, hát igen, most azért tényleg, hogy már nagyobbak a fiúk, azért most már mi is inkább arra törekszünk, hogy nem sok haszontalan apróságot, hanem inkább hasznosabb dolgokat, és inkább olyanokat kapjanak, amiknek valóban úgy örülnek, és használni is tudják. Tehát én egyébként is egy eléggé praktikus ember vagyok sajnos, tehát nekem nem lehet akármit venni ajándékba, hanem én szeretem, hogyha tudom használni. Még egy kérdés így a beszélgetés végére. Kialakítottak a saját szokásaitokat. A karácsonynak az mondjuk a vallásos emberek számára az az igazi egyházi vonatkozása, az mennyire épült bele a ti ünnepetekbe, és egyáltalán érzitek-e úgy, hogy ennek ott kell lenni? Vagy egy család saját maga is kialakíthatja azt a belsőséges kis körét karácsonykor, amitől meghittebbé válik, mint egy szokásos este? Hát én inkább az utóbbit gondolom. Tehát persze, hát a család idősebb tagjai mindig elmennek az éjféli misére. Sajnos én ezt a szokást nem tudtam fölvenni, mert én 8 és 9 között elalszom, tehát hogy akármi történik, akkor is. De nyilván, tehát nálunk azért fontos dolog volt az, hogy azért a család, a gyerekek azért tudják, hogy ez miről szól ez az ünnep, pontosan honnan ered. Igazából ilyen módon természetesen lekövetjük ezeket a hagyományokat, persze. Hát akkor nagyon, nagyon sok boldogságot, sok ajándékot a karácsony falá, sok szeretetet, sok megértést, sok türelmet mindannyiótoknak, és kívánom, hogy egy gyönyörű estét töltsetek együtt, illetve 25-én a nagy családdal egy nagy-nagy vidám összejövetel legyen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Áldott összeket kívánok. Vásárlás, francos új plázák, Charlotte nem zvunda. Ó, nézd, drágám! Szandálok, ruhák, nyakláncok, üres reklámok, elég már! Hát nem bírom, mégis várakozom, lassan kész vagyok, de mit kapok a pénzemért? Egy éves csók.
csábítás, nem kell más. New York, San Francisco, édes báj, és vonzó nő az nő, bármerre jársz. Nő nélkül az életem, ha egyedül vagyok, én szétesem, a milliót a pénz hiába már. Nő nélkül az életem, túl egyszerű és nem élvezem, a bankkártyám is unatkozik már. Őrült felhajtás, egy kis fejfájás, nem nagy ár. Még szebb volt, na erről szó sem volt, csak apró gyémántok. Meggyűrű jár. Hát mit tegyek, a háló körbe vett, bár kész vagyok, elolvadok a pénzemért. Egy édes csók, bájos pillantás, egy kis csábítás, nem kell más. San Francisco, édes báj, és vonzó nő az nő, bármerre jársz. Nő nélkül az életem, ha egyedül vagyok én szívesen, a milliók a pénz hiába vár. Nő nélkül az életem, túl egyszerű is nem élvezem, a bankkártyám is unatkozik már. Kedves nézőink, ennyi fért ma a Terézvárosi magazinba. Tartsanak velünk továbbra is, hiszen megnézhetik, mi történt az elmúlt héten Terézvárosban.